Jó reggelt kívánok! Folytatódik a start, és ahogy említettem, a Szájer ügy jogi következményeiről fogunk beszélgetni a következő percekben. Először nézzük meg, hogy mit is jelent, milyen törvénysértésről beszélhetünk, hiszen a belga ügyészség közleménye szerint Szájer József ellen azért kezdeményeztek eljárás, mert a táskájában kábítószert találtak. De nem ez az egyetlen olyan törvénysértés gyanú, ami felmerült. Az első az, hogy az állam által elrendelt kiárási korlátozás megsértése, aztán a rendezvény résztvevőinek számát is korlátozzák ezek a rendelkezések. Ez is megsérült azáltal, hogy 25-en voltak a helyszínen, a kábítószerbirtoklás, illetve a hatósági intézkedés elüli menekülés, valamint a személyi okványoknak a hiánya. Erre vonatkozólag a képviselőnek mentelmi joga volt a cselekmény elkövetésének pillanatában, és a mentelmi jog, európai parlamenti mentelmi jog, nyilván sokszor hallották már ezt a kifejezést, mit jelent, ezt is összefoglaltuk önöknek a következő táblában. Részben azt jelenti, hogy a feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek, képviselői tevékenységükre nézve nem utasíthatók. Az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti meg, épp úgy, mint hogy az adott országában megilletni ez a jog, illetve a felfüggesztés tárgyában pedig természetesen, mert európai parlamenti képviselőről beszélünk, az Európai Parlament dönthet. Úgyhogy ennek a menetéről pedig most Latman Tamást, nemzetközi jogász fogom kérdezni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Helytállóak ezek a gyanúk, amiket itt felsoroltam, kezdjük a legelején a törvénysértés gyanújában néhány esetet itt összeszedtünk, ami a kijárási korlátozás megszegése arra vonatkozólag, hogy hányan lehetnek egy helyen, kábítószerbirtoklásnak a gyanúja, a hatósági intézkedésen menekülés, a személyi okványoknak hát a hiánya. Hát az általunk egyelőre ismert tények tekintetében ez nagyjából úgy tűnik, hogy ez történt, és ezek a felróható pontok, ezek megállnak, ami számomra egy kicsit zavaros ebben a történetben, de úgy gondolom, hogy mindenki számára egyébként zavaros, hogy egyelőre úgy kicsit ilyen szubjektív, egyoldalú történeteket ismerünk, tehát egyoldalú mondásokat, tehát volt valami híradás annak idején, ehhez képest Szájer József mondott valamit, amit kb. 2-3 órával később megjelenő belga ügyészségi közlemények jelentős részben cáfoltak. Tehát igazából még nekem van egy olyan érzésem, hogy nem teljes mértékben látjuk egészen biztosan a tényeket, hogy pontosan mi történt. Nem is biztos, hogy ebben így Budapestről mi rögtön pontosan fogunk látni, de összességében azt gondolom, hogy ezek a pontok mindegyike ez bekerülhet ebbe az elemzési körbe, igen. Ezek a kihágások, ezek a törvénysértések, ezek mennyire súlyosak, mennyire minősülnek súlyosnak? Összességében azt gondolom, hogy ezek önmagukban nem súlyos, nem olyan fajta súlyos bűncselekmények, de fenntarthatjuk itt is azt, hogy ezeknek a minősítését majd a belga ügyészség elvégzi, meglátjuk, hogy ő milyen ügyekben visz majd tényleg vádat a belga bíróság előtt, meglátjuk, hogy a belga ügyészség milyen módon kapcsolja össze ezeket a cselekményeket, és így milyen büntetést lát majd indokolhatónak, és a legvégén, hogy a belga bíróság milyen ítéletet fog hozni, az meg természetesen rajtuk múlik. Azért ezek a cselekmények önmagukban külön-külön jellemzően pénzbírságos mértékben szoktak megállni. Meglátjuk, abban nem szeretnék állást foglalni, hogy a belga vádhatóságnak hogyan kéne ezeket összekapcsolni, abban meg pláne nem, hogy a belga bíróság majd milyen ítéletet mond. Mindjárt visszatérünk ide, mert nem sokakban felmerül a kérdés, hogy ez feltétlenül Belgiumban kell, hogy lezajlódjon ez az eljárás. Ehhez azonban, hogy egyáltalán az ügyészség megkezdje a cselekményét, hogy nagyon csúnyán ilyen jogi bigfa nyelven beszélgessünk, tehát hogy elinduljon ez az eljárás, ahhoz az Európai Parlamentnek a mentelmi jogot fel kell függeszteni. Mennyire gyors ez a lehetőség, hiszen december 31-jel Zóvizó lemondott a képviselői mandátumáról. Ja, alapvetően elvileg, hogyha minden kérdés világos, akkor ez nem kell, hogy egy hosszú procedúra legyen. És azt gondolom, hogy a jelen helyzetben mind az elkövetett cselekmények, még hogyha mondtam, hogy azon lehet még gondolkodni, hogy hogyan sűrje, csavarja a vád, de a cselekmények maguk szerintem nem bonyolultak, tehát itt azért lehet egy gyors eljárás. Van egy eljárásrend, amikor az Európai Parlament megérkezik egy ilyen megkeresés, akkor elvileg sor kerül, hogy kerüljön az érintett képviselő meghallgatására az illetékes bizottságban, ez a parlament jogi bizottsága. Ez elfogad egy álláspontot ebben, és ezt javasolja a plenáris ülésnek, és a plenáris ülés egy egyszerű többséges támogatással dönt arról, hogy akkor elengedi a mentelmi jogot. Karácsony előtt erre van még lehetőség? Nincsen a fejemben sajnos az Európai Parlament decemberben tervezett ülésrendje, tehát ezért erre nem tudok egyértelműen állást, most véleményt adni. Elméletben nincs kizárva. Gyakorlatilag viszont egy
picit azt kell mondanom, hogy picit ismerve azt, hogy mennyire el tudják időnként húzni a dolgokat, nem lennék meglepődő, hogyha ez átsúszna a döntés, a végleges döntés a plenáris ülésen akár januárra, februárra is. Ha innen nézzük, és ebben gondolkodunk tovább, azt mondtam, hogy egyértelmű, hogy Belgiumban kell lefolytatni ezt az eljárást. Van arra mód elvileg, hogy a saját hazájában kérje az illető, akit meggyanúsítanak egy bűncselekmények követésében. Érdemes ketté választani a valós helyzetet és a spekulációk lehetséges világát. A valós helyzet nagyon egyszerű. Belgium területén történt egy belga jog szerinti cselekmény, vagy több cselekmény, bűncselekmény, tehát ez nyilvánvalóan a belga hatóságokra tartozik, és a belga igazságszolgáltatás kell, hogy döntsön róla. Ez az alapvetés, ehhez képest lehetnek változások, itt jogi kötelezés nincsen, tehát azt érdemes tudni, hogy nincs olyan, hogy Magyarország úgy dönt, akkor itt fog történni. Belgium úgy dönt, akkor Magyarországon fog történni. Ez nem így működik. A két állam között egy együttműködés keretében lehet, hogyha megállapodnak, akkor akár Belgiumát is adhatja az eljárás. Tehát itt vannak lehetőségek, de ezek egyike sem kötelező. Ami nagyon érdekes felállás lenne, és nem ötleteket szeretnék adni a kormánynak, de ez egy lehetséges felállás, és láttunk már ilyet az elmúlt években, hogyha Szájer József hazajön, és ő nem akar Belgiumban bíróság elé állni, akkor meg lehet próbálni egy olyan trükköt, amit annak idején Hernádi Zsolt esetében már eljátszott a magyar állam, hogy Szájer József nem megy vissza, nem tér vissza a Belgiumba, a Belgium kér egy európai letartóztatási parancsot, állítanak ki az ő tekintetében. Ezt Magyarországon végre kéne hajtani, kivéve, hogyha az adott cselekményben van egy büntető eljárás. Magyarországon leszerveznek egy fals, kamu büntető eljárást, Hernádi Zsolt esetében láttunk ilyet, akkor azzal megpróbálhatják megtagadni az európai letartóztatási parancs végrehajtását. De azt gondolom, hogy ez a mostani kirobbant politikai botrányt olyan szinten tenné még rosszabbá, hogy egyszerűen nem éri meg semmilyen körülmények között ezt megjátszani. A másik ügy, amit szerettem volna megkérdezni, az a Dajs Tamás kizárását kezdeményezik a frakcióból a néppárti képviselők. Jogi kérdés most, tehát nem politikai oldalról megközelítve, egy aláírás gyűjtéssel, egy közös akarattal kizárható a frakcióból valaki arra való hivatkozással, hogy az ő megfogalmazása az törvénysértő, egyáltalán törvénysértő-e az, amit elmondott? Szerintem nem törvénysértő, nem minősítem törvénysértőnek, rettenetesen ízléstelennek, és egyik elszenvedő alanya voltam a múlt hétfői csatadásában itt az ATV-ben, amikor ez megtörtént, akkor is meg volt róla a véleményem, de azt gondolom, hogy jogilag ez nem érdemes. Tehát ez a véleménye olyan, amilyen meg lehet róla a mi véleményünk, de jogilag ez... A Gestapo és az ÁVO érveléséhez hasonlított a Manfred Weder válaszát, mely szerint, hogyha nincs takargatnivaló, nincs félnivaló, igen, szóval ez egy nagyon rossz ízlésű, és egyébként szakmailag is millió módon cáfolható állítás volt, tehát végig vita szempontból is kár volt érte, mindegy. A lényeg az, hogy itt egy politikai közösség, megvannak a saját maga belső szabályai, ugye a frakciónak is a szabályzata sok minden, ez nem jog, ezzel tökéletesen egyetértünk, ez egyfajta politika szervezés inkább, ez az adott politikai közösségnek, én mindig a belügyének, magánügyének tekintem, hogy ilyenkor mit csinál, hogyan. Ennek a feltételei adott esetben a frakcióban adottak, akkor ezt a frakció megteheti, ennek nincsen úgymond jogi... Erre kíváncsiak talán otthon, akik néznek bennünket, hogy attól, hogy őt kizárják a frakcióból, attól még az ő Európa Parlamenti képviselőhelye megmarad. Tehát abból őt nem zárják ki, továbbra is tagja az Európai Parlamentnek. Igen, azt fontos megérteni, hogy az Európai Parlamenti mandátumot azt a választók biztosítják a politikusoknak, hogy utána őket a saját pártjuk kidobja, egy pártszervezet kidobja, vagy valami. Nyilván lehet mondani, és ezt mindenki mondja, hogy ha velem ilyen megtörténik, akkor én visszaadom a mandátumomat. Bocsánatot kérek, nagyon ritkán láttuk, hogy ez tényleg meg is történt volna. Tehát ezek a dolgok, ezek egymástól elválasztottak. Hol van ennek hátránya, hogyha valaki nem ül egyetlen frakcióban sem? Ez alapvetően egy európai parlamenti képviselőnek a munkáját nehezíti meg, feltéve, hogyha valaki aktív és nagyon jó munkát akar végezni parlamenti képviselőként, leegyszerűsítve a dolgot. Aki nincsen frakcióban, az nem fér oda a fontos ügyekhez, a fontos dolgokhoz, és egy politikusnál, így egy parlamenti képviselőnél, egy európai parlamenti képviselőnél az alapvető fontosságú dolog a túlélés és az eredményesség tekintetében a láthatóság, a részvétel, hogy ő benne van dolgokban. Az európai parlament például egy parlamenti képviselő munkájának az egyik legfontosabb minősítője, hogy hány ügyben volt ő
úgynevezett raportőr, tehát olyan, aki képvisel egy ügyet De és ez gondozza. nem az itthoni választók előtti minősítése, hanem ez a kinti munkájának a minősítése. Ott, ahol erre a választók figyelnek, és itt például a magyar választók egy része, bocsánat, nem rossz mondom, némi lemaradásban van, hiszen a magyar választók nem annyira figyelik az európai parlamenti képviselőink munkáját, mint ahol azok a választók, akik már régebb óta látják ezt a rendszert, ez egy tanulási folyamat, előbb-utóbb odaérünk, de egy európai parlamenti képviselőnek a munkáját meghatározza, és ezért van az, hogy mindenki szeretne valamilyen frakcióhoz tartozni, még akkor is, hogyha ez a frakció csak egy kamu valami, láttunk ilyet az európai parlament történetében. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel, és megyünk tovább.